Farkasév Erzsébet a fórumon elmondta, a hagymatikum bővítése még az idén elindulhat, várhatóan májusban kerül sor az alapkőletételre. A fürdő látogatottsága egyébként évről évre növekszik, tavaly már meghaladta a 463 ezer főt. A cél az, ami a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a vezérigazgatójától is ugye elhangzott, hogy legalább egy 550 ezer fős látogatói létszámot elérjünk az új attrakcióelemeknek köszönhetően, illetve a 4 évszakos különböző fürdő épített örökségünknek köszönhetően. A fürdő mellett természetesen egyéb programok és attrakciók is vannak a városban. A Hagyma Fesztivál például tavaly már több mint 10 000 látogatót vonzott, idén szintén 3 napos lesz. Farkasév Erzsébet mindemellett az önkormányzat tulajdonában lévő portékhatárra is kitért. Elmondta, másfél éves működése alatt mintegy 8 millió forintot termelt, melyet természetesen a helyi vállalkozások kaptak meg. Kiderült, a portékhatár hamarosan költözik a Koronába, az Igaz Gyöngyök útja című pályázatnak köszönhetően. Több különleges attrakció elemmel bővített turisztikai irodát szeretnénk megnyitni a Korona alsó szintjén. A makóiak számára talán úgy ismert, hogy teívó épület rész, ott egy kulturális szalonnak a megnyitására nyílik lehetőség a pályázati forrásnak, köszönhetően szintén attrakcióelemekkel. Ezen kívül a polgármester kitért a város által kibocsátott turisztikai kiadványokra is. Tavaly mintegy 80 ezer darabot tudtak a turistáknak biztosítani. Majd azt is kiemelte, természetesen a makóiakról sem feledkeznek meg. Makókártyával segítik kedvezményekhez a helyieket. Ezek most megújulnak, a tervek szerint e hónap végén kapják készhez a tulajdonosok az új kártyákat.